Az új uniós pályázati rendszerben a megyei önkormányzat lesz a legfontosabb partner, mert a helyi igényeket tudja közvetíteni, és követni tudja, hogy milyen típusú programokra van helyi szinten szükség, mondta Köpeci Bócz Tamás államtitkár. Szeretnék megszüntetni az esetleges párhuzamosságot az uniós pályázati struktúrán belül, ezért az önkormányzat abban lehet partner, hogy figyeli, milyen területre jutnak el a források. Az egészségügyi fejlesztésekre, oktatásra, az egyházi és civil szervezetek által vezetett projektekre összesen hazánk 950 milliárd forintot használhat fel 2020-ig. A leglényegesebb kérdés az, hogy az országon belüli különbségek csökkenjenek. És ebből a szempontból Szabolcs-Szatmár-Bereg megye azok közé tartozik, ahova talán a legtöbb forrást kell adni, hiszen a szakképzettség szintje, az egészségi állapotból következő várható élettartam, és összességében azok a foglalkoztatási lehetőségek, amelyek más megyékben talán jobban biztosítottak, itt a legrosszabbak. Ezért mi úgy ítéljük meg, hogy Kelet-Magyarország és ezen belül is a megye, az külön kiemelt támogatást kell, hogy kapjon. December 31-én zárul az előző 2007-13-as uniós pályázati ciklus, az úgynevezett TÁMOP programokból emberi erőforrás fejlesztésre 1900 milliárd forintot költöttünk, mondta az államtitkár. A megyei önkormányzat 100 millió forintot nyert az új fejlesztési ciklus előkészítésére és a programok összehangolására. Fontos politikai cél volt az új pályázati időszakra való felkészüléskor, hogy a párhuzamosságokat megszüntessük, illetve lehetőség szerint olyan programozási módszertant alakítsunk ki, amely nem operatív programok mentén szeleteli fel az emberi és a közösségi életet, hanem a felmerülő igényekre komplex módon reflektál. Annak az útját, módját keressük és találjuk meg ennek a programnak a segítségével, hogy hogyan tudunk területi szereplőként segíteni most egy konkrét ágazati program esetében, az EFOP esetében, hogy ezek a párhuzamosságok megszűnjenek és a fejlesztések egymással korreláljanak. Könnyebb lesz majd pályázni, de szigorúbb lesz az ellenőrzés, ami nem pusztán adminisztratív ellenőrzéseket jelent majd. Egy 15 fős járási referatúra rendszer működik, ez tart közvetlen kapcsolatot a kedvezményezettekkel, és adatokat, elemzéseket szolgáltat a programok hasznosságáról.